Sziasztok, ez itt egy újabb filmtáradás, két vadi új filmmel. Az egyik az itthon nem lesz látható mozikban, úgyhogy kicsit másik kellett megtekinteni, mint máskor. Ami egy elég gáz dolog, annó korábban a Macbeth volt egy kicsit hasonló film, amelyet a premier előtt láthattam moziban, egy művészmozi fesztiválon, még mielőtt a premierre országosan meg lett volna. Kicsit ehhez hasonlított, csak annyiban, hogy ezt egyszerűen nem lehetett megnézni egy premier előtti fesztivál vetítésen sem. Ennek jó nagy oka az esetleg a vírus, az, hogy kevesen járnak moziba, az, hogy ez egy elég réteg film, nem tudom, ez a Green Knight, az Erdogan, és a másik film pedig a Shang-Chi és a Tíz Zsíró legendája, ami a legújabb Marvel film, most már kicsit herótomon egyébként a Marvel filmekből, de ez a film egy kicsit tudott más vizekre is evezni, mikor nem is olyan távoli vizekre. Na hát, kezdjük is akkor Shang-Chi legendájával, pontosan a Tíz Zsíró legendájával. Nem hiába van, nagyon sok helyen úgy határozod a film, hogy ez egy harc, művészeti film, egy kalandfilm, egy fantasy. És ezek a stílusok erőteljesen keverednek a filmben, és kevés vérződik, képzeljétek el, képregényfilmnek, mint az elmúlt jó pár év Marvel filmjei. De sajnos azt kell mondanom, ennek ellenére ez a film is egy totál középszer. Egyszer megnéztek, aztán elfeledtek. És ez pont az a durva, nem attól van, mert az szokásos Marvel sablonokat hozza, bár bizonyos tekintetekben vannak olyan elemek itt is, amit már ezerszer láthattunk, de nagy részt nem, hanem egyszerűen egy számomra legalábbis gyengén rendezett film, amelynek nem érzem az igazi ívét, hanem azt érzem, hogy mindent belenyomkodunk, ami éppen csak lehetséges, és még stílusokat, műfajokat is váltunk. A film harmada az, ami igazán megosztja nézőket. Hirtelen gyakorlatilag egy ilyen látványpékségi avanzsál a film, egy fantasy, ilyen, hát, látványőrületté, ami azért furcsa, hogy addig próbál maximum annyira lavírozni ebben, mint annó a Doctor Strange első része, vagy még talán annyira sem. És inkább ilyen harcrészeti film volt, ahol ez a kertélyes hangulat és feeling totálisan jelen volt a filmben. Nagyon jók voltak a szereplők, tehát még egyébként Michelle Yeoh-t is jobban megkedveltem, mint annó korábban, mert ez sosem volt a kedvencem. De Tony Leung volt az, aki tényleg az egyik legjobb alakítást nyitotta. Hát ő volt Wenwu, alias, hát nem tudom, hogy is elmondhatom én, de hát egy mandarinszerűség. Na, mert még számomra ő sem volt az igazi mandarin. Ugye a 2013-as Ember 3-ban gyakorlatilag kirevettették az embereket egy álmandarinnel, most már talán ennyi idő után ezt elmondhatjuk, és végül kaptunk egy imitátort. Hozzá kell tennem, láthatjátok Ben Kingsley-t ebben a filmben is. Ez egy kis spoiler, de azok után, hogy mit csináltak a karakterrel, hát ezt is elmondom az ő karaktereivel kapcsolatban, hogy szerepel ebben a filmben. És hát vannak itt vendégszereplők a Marvel univerzumból, de nem olyan sok karakter, mint amire talán legtöbben számoltak. Sajnálatos módon pont olyan karakterek is vannak, akiket eddig is utáltam. Legyen az egy Avengers-beli miniszerepe, vagy külön filmje. Most ezt már nem mondom el, hogy ez melyik karakter, de nagyon szerettem. Vannak viszont olyanok is, akiket viszonylagosan kedveltem a bosszúállók csapatából. De összességében ezek tényleg csak cameók, és a film emiatt csak inkább harcművészeti filmnek érződik, semmint valami totális képregényfilmnek, egészen amíg a 3D-ig el nem érünk, ahol nem csak a képregényfilmes Marvel-es bizonyos elemek térnek vissza, hanem egy ilyen fantasy bombát kapunk, ami kiüt a nyerekből, és teljesen kiüt a nézőt, és úgy érezteti a nézőt, hogy most valami másik filmbe ültem is be. Plusz, amit addig is láthatunk, előjönnek a humorfaktor bombák az első két harmada, viszont egy csomó nem működik, és erőltetett számomra. És ez a tipikus, tudjátok, ez a Marvel-es egysoros, amikor már századjára halljuk ezt a fajta típusú, konkrét fajta humor. Számomra
unalmassá válik. És ebben a filmben ezt próbálják még előni párszor, mielőtt áttérnek ebben nagy úgyse a harmadik harmadba. Látványban is egyébként érdekes a filmben, ott is egy fele más mértéket kapunk, mert például a CGI számomra sokszor egész jó volt, ahhoz képest, amit mostában láthattunk, míg pont a harcszíti koreográfia volt nekem számomra nagyon furcsa. Pedig azt vártam, hogy vajon miket találnak ki. Régen pár Jackie Chan filmet is eléggé szerettem, bár sosem voltam a Chan hatalmas fanja azért, de elismertem azt, amiket csinált, és mindent maga csinált. És gondoltam, hogy majd itt is lesz valami olyan koreográfia, amit végig látványosan láthatunk, de mégis ugye, élőben felvéve semmi kis ugrabugri CGI rásegítés, meg nem tudom mi. Ezen kívül reméltem azt is, hogy nagyon jó lesznek a koreográfiák, a stílusok, a kamerafelvétel közben, és ezek nagyon sokszor vagy felemások lettek, vagy csalódás keltő. Mindeközben pedig nagyon hangulatos a film, jók a színészek, hogy ezt már említettem. Wong is visszatérő, szerettem a Dr. Strange-ben volt a legutoljára, lehet, hogy még másról is utána feljött a karakter, de most ugye onnét ismerjük a legjobban. És tényleg nagyon jó választás volt a gonosz karakter, egyébként a főszereplő is erről szól, hogy szerint a pozitív hős. Úgyhogy ez jó választás volt, a hangulat is ott volt a toppon. És a látvány is olykor jó volt, olykor nem. Egyszerűen csak a film egy katyvasz érzetét kelti, amely ezért próbál bele csipkedni a Marvel univerzumba, ahol pedig nem, ott pedig megpróbálja azt csinálni, hogy berak három műfajt. És ezért a szokásos kettő vagy jelenleg három szék közé esik. Meg szeretne egyszerre mindent lovagolni, és ezzel kitűnni a Marvel képregényfilmek sorából, és olyan szempontból tényleg kitűnni, hogy kevésbé képregényes, mint a legtöbb Marvel film. Mondjuk egy kicsit egyébként a Doctor Strange-nél is ezt éreztem, hogy furcsa, mert ott is azért aztán voltak varázslatok minden, de hogy ennek ennél kevésbé képregényesebb, és itt is ezt éreztem, és ahogy annak, meg ennek is jött ez a dolog, úgyhogy ez nem baj, végül is erre az útra tértek, csak általában úgy originál-e a film, az sem egy totál középszer, egy átlag összességben, egyszerűen a forgatókönyv, a rendezés, az cselekmény, és lehetne sorolni olyan középszer, hogy hihetetlen. Sokszor szítják a DC-t, meg némely Marvel filmet, hogy mennyire középszer átlag, hát megint ezt éreztem, hogy nem tudunk kitörni végre. Tehát inkább csak azt érzem továbbra is lassan a képregényfilmek esetében, hogy olyan hatalmasan kimagasodott, de nem is akarnának készíteni. Miért? Így a Dark Knight, meg egyéb régi nagy klasszikus után, mert az a lényeg, hogy menjen a gyártósoron a termék. Sorban és sorjában jön a következő, és a következő, és a következő, és még ennél a film is, ami nem érzett annyira morgulásnak, mint jó pár más ilyen film, azt éreztem, hogy mikor lesz már vége, már hogy a készítőktől én nem én vártam volna abból, hanem azt éreztem, hogy hát jöhet a következő, hogy pörögtek az jelenetek, akár az akciójelenetek, mindig azt hiszem, legyünk túl ezen is, és nem volt climax, ahogy az amerikai mondaná, ilyen hatalmas csúcspontja a filmnek számra, mert mindig azt éreztem, hogy már a következőre építkeznek. Voltak ilyen előre utalgatások, illetve van két stáblista utáni jelenet, illetve részben közbeni, és mindegyik megint arra megy előre, hogy menjünk, jön a következő, és egyébként ez most már nagyon elveszem arra a filmekből, még ebből is, ami nem volt annyira Marvel-es, mint a többi. Mert egyszerűen nem csak, hogy az izgalmam faktort öli ki teljesen, hanem már miközben az adott filmet nézed, lassan már a következőn gondolkozol. Így az egész filmélménynek mi a értelme? Kérdem én. Tehát én szerintem ezt annyira túltoltam Marvel, amennyire csak lehet. Hihetetlen tényleg. Pedig régebben tudtak olyan filmeket ők is olykor csinálni, és egyébként DC is akár, amely tudtuk már, hogy húgytam egy ilyen filmes, ilyen franchise 80. része is akár, vagy megkezdése, de éreztük, hogy ez külön is működik, és külön is értékelhető. Most pedig nem ez a helyzet már jó pár ideje, a Marvel teljesen csak erre épít, miért? Mert látják, hogy sikeres, én is hallom, látom ismerősökkel sok mindenkin, hogy azon morfondíroznak, hogy ez milyen utalás volt a filmben, és a következő filmben mi lesz, és mire utalnak a jövőben, és míg az adott konkrét jelenlegi történet és film pedig a háttérbe szorul, és a lényeg értelme elvész igazából. Tehát
ez is hatalmas túltolás most már véleményem szerint. Így ne építsünk univerzumot. Ez szerintem idő után már önmaga paródiájává válik, illetve az adott filmnek a vezetett értéket legyen, az akár jó is. Mindenképp töredeztetés elveszíti, mert már a következő terméken gondolkozunk a gyártósoron. Közben nézzük és esszük az adott terméket. Tehát nem tudjuk kielvezni az adott terméket jelen helyzetében, élőben, mert már a jövőt gondolkozunk. Ez nem a legjobb dolog, és ez viszont felidegesített. Szerencsére nálam ez nem volt az a helyzet, mert annyira nem vagyok egy nagy Marvel MCU rajongó pár filmen kívül, ezért ezen nem gondolkoztam, de viszont körülöttem, akik néha ami ott voltak, azt láttam, hogy ezen gondolkoznak már. Szóval, hát nekettem csak gondolkoznak, beszélgetnek róla, és ezt már folyamat érzem és látom hallom, tehát nem ez volt az első ilyen film az elmúlt pár évben, és számomra az egészet megöli. Eddig is két elején voltak, de ezek után meg főleg, hogy ha ezt mutatja a Marvel, az se egy totális masszlab lesz az egész. Aztán, amit bedobhatsz a sütőbe, kisül belőle valami, de mindegyik egy középszernél előrébb nem fog tudni menni, és inkább már csak egy olyan drog lesz, amit idő után már csak a megszokás miatt veszel be, de nem amiatt, mert az első nagy lökésre emlékeznél mondjuk, vagy mert olyan hú, de szuper, hanem már rászoksz, és csak azért nyomod be. Az eredeti érték igazából elvész, csak a megszokás marad meg. Ha értitek, bár én sose drogoztam szerencsére, és nem is fogok remélhetően. De most körülbelül ez a hasonlat jutott így eszembe. Ez eléggé durva. Úgyhogy én a filmnek egy ilyen 55-60%-nál nem tudok többet adni. Egyszer meg lehet nézni, de semmi több. Most egy kis szünet következik, és jön a Zöld Lovag című film. Értitek is, eljön a Zöld Lovag. Ha megnézitek a filmet, de már azért van ilyen, nem tudjátok, úgyhogy trükkös folyamatokhoz kell nyúlnotok, ahogy neki is kikállnotok a próbát. És vagy kiváljátok az esetleges Blu-ray megjelenést, vagy valami mást fogtok megoldani, mert nehéz a kísértés, olyan hype és kritikák után, amiket a filmről hallhattunk, hogy ne nézzük-e meg. Viszont amikor nem adnak rá lehetőséget, max talán aztán egy budapesti árkozi van, két speciális vetítése volt, vagy lesz mostanában, nem tudom már. És ennyi. De azért bizakodok abban, hogy a közeljövőben lesz majd még valami meglepetés azon a téren, és utólagosan legalább bemutatják, mert azt hiszem, ez a film leginkább a képeiben erős, a fényképezése mesterén szerintem mindenképp jelölni fogják az operatőri Oscarra, én azonnal jelölném is, mert ez a film képekben erős, és sokszor nem is mond semmit, csak a képekkel játszik, és nem csak, hogy nagyon jól játszik velük, hanem egyszerűen a fényekkel. Az, hogy természetes fényeket használ a film, hasonlóan a Revenant című filmhez, ami aztán fényképezésben is talán Oscart nyert, most ebben nem vagy teljesen biztos, de Gabis jelölve biztos volt. Ugye DiCaprio főszereplésével, és ott is mennyei volt, hogy nagy részt ugye természetes fényeket használtak. Itt azért voltak, persze szűrők néha, de én úgy éreztem, amikor a természet lágyulét láthattuk, akkor nagy részt valószínűleg természetes filmekkel dolgozhattak a készítők. Nagyon az egy nagyon csodálatos erdő, mert egyszerre félelhetes, és mégis csodálatos, vagy a kiáltalán nagy ír síkság. Ugye Írországba vették az egész filmet, jó pár különböző helyen. És láttunk még ír romokat is, természetesen nagyon jó illat, hát értelemszerűen logikus volt talán a helyszín választása, ez a Arthur Monda körhöz kapcsolódó filmhez, vagy elemhez, ugye Gavin-t láthatjuk. Gavin-nek aztán volt külön sztoria is, de minden esetben nagyon sok ilyen Arthur sztoriban benne van. Kapcsolat van a sztoriával Morganának, Arthurnak, és hogy meg annyi egyéb szereplőnek is. És a film az érdekes, hogy ezeket csak ilyen alapvetésként vetette fel, sőt a csomó szereplőt nem is említ, vagy csak épp, hogy utal rá, vagy nem mondja ki a nevét, és egy pillanatra láthatjuk képekben, például egyébként Morganál, és teljesen megváltoztatták például Morganál
karakterívét, cselekedeteit, vagy csak nem akarták bemutatni, nem tudom, de nem pont úgy van, mint a könyve, és Gawainnak viszont a karaktere, illetve a mondani való, szerintem hasonló, nem is teljesen ugyanúgy van megoldva, de a mondani valót azt mindkét esetben benne hagyták természetesen, és ez nagyon tetszett. Hát röviden igazából, hát most ezt valamennyire elmondom, akkor igazából spoiler is lenne. Az igazság, de szerintem ez egy kicsit, ha nem is, manapságban nem is közhely a filmekben, és a történetekben, de azért jó pár történetben volt ez már. És vannak olyan filmek, amik igazából erről szólnak már csak, hogy fogadjuk el igazából a békét és a halált, és egyben a halált, ami békét hozhat, vagy akár fordítva. És ne hősködjünk annyit, ha akarnám így egyszerűsíteni, mert lehet, hogy ennek a közeljövő véve nagyon negatív vége lesz. Fogadjuk el sorsunkat, mert azzal tehetünk nem csak magunknak, hanem akár a közeljövőben nézve közeli hozzátartozóinknak a legjobbat. Még akár háborúkat is kerülhetünk el, ha éppen úgy hozza a sors vonala. Tehát a lényeg az, hogy az igazi hős, vagy az is egy kérdésköre a filmnek, ki az igazi hős. És ez le is teszteltetik ebben a filmben. Gawain igazából nagyon sok próbán megy át, ez a fő próbál igazából az ödlövaggal való egyesség. És annak betartatásának kérdésköre, és hogyha az betartjuk, akkor mi lesz, ha nem tartjuk meg, vajon akkor mi lesz, és erre van egy elég szép. Hát ezt most nem mondom már el, hogy mi, mondjuk így, hogy látomás. És ezzel is valamit mondtam, de nem ez pontosan a dolog. A lényeg az, hogy a Zöldlövak című film egyszer próbál újítóan bemutatni egy már ismert történetet, de nem a legtöbb ismert elemével vagy jelenetével. Nem így az egyben oldalról oldalra fogja ezt adaptálni, hanem egy csomó újdonságot hozzáad. A rendező az nagyon sajátos képvilágon rendelkezik, nagyon sajátos rendezéssel. Konkrétan néha nekem is Tarbéla tűnt elő néhányaknak. Mert egy kicsit néha nagyon unalmas is volt. Tehát a legnagyobb baj a filmnek azzal, hogy túl hosszú egyszerűen, és túl művészieskedő. Nagyon sok jelenetbe állnak. Konkrétan van egy olyan jelenet, ahol valami 5-8 percet. Lesz, ami megállt a, konkrétan a film. 5-8 percet, vagy én állítottam meg véletlenül, nem tudom. 5-8 percet állnak egy helyre tényleg őrület. Meg vannak olyan részek, amik ismétlődőek, aminek mondjuk részben lehet a mondani valóval is köze van, de akkor is ez szerintem hátráltatja azt, hogy én ezt akár háromszor vagy egyszer megnézem. Még egyszer lehet visszakom valamikor nézni, mert a hangulatvilág az nagyon ütős, aminek nagyon köszönhető mondom a szuper mesteri fényképezés, emiatt megír megnézni mindenképp a filmet, de egyébként Depp Patelt én például nagyon szerettem a Gettó Milliomos karaktereként. És olyan tehetségtelennek tartottam, akkor aztán volt azt hiszem a Halhatatlanokban is talán, vagy nem tudom, valamilyen blockbuster, meg több blockbuster is volt ő, és szerintem ott is egy bukó volt, de azt kell mondanom, hogy ebben a filmben szerintem szuperul játszik, tehát de elismerésre, most nem mondom azt, hogy Oscarra jelöltetném, de magához képest, ez egy hatalmas ugrás, úgyhogy, és, de még azt mondom még, hogy mondjam, alig is ismertem föl, igazából annyira a szakáll, meg a smink, meg a lovagi öltözék, az még nagyon jól rátett, de külsőleg is tök más, de játékában is tök más, és mindeket a pozitív, tehát én csak dicsérni tudom őt, meg a kosztümösöket és a maszkmestereket. És akit én mindenki dicsérnék, az Alicia Vikander, ugye, akit sokan akár csak a Tomb Raiderből ismertek, de hát nagyon sok filmben szerepelt, ugye Oscar Díaz színésznő már, és... Vagy Oscar jelölt? Nem, már Oscar Díaz, azt hiszem. És... egy nagyon jó színésznő, de igazából csak egy jelenetben éreztem most az erejét, hogy na igen, ez az a színésznő, akit jó pár filmben már ismerhetek. Addig sokszor szóval csak olyan töltelik karakternek éreztem őt, hát ő szolgálta azt a karaktert, azt az egyébként, hát részben belül két karaktert is játszik ebben a filmben egyébként, tehát egy teszt részeként egy ilyen csábító karaktert, így fogalmazza, meg hozott egy ilyen
klasszikusabb karaktert, ahol viszont őt aztán tényleg nem ismertem fel ezzel a rövid hajjal, egyszerűen tényleg eszkelként, tehát én konkrétan, ha nem mondják, hogy ez ő, nem tudtam volna, a hanglejtése is tök más abban a szerepkörben, tehát ugyanott nincs olyan nagy szerepe, vagy olyan hatalmas, egy ilyen nagyívű, változatos ígyve, hogy ami nagyon nagyot játszon, de elkérde a hangját, hanglejtését, akcentusát, illetve hát a külsejét úgy elváltoztatta, hogy én nem ismertem volna föl őt. Tehát nem egy ilyen látványos szerep, de mégis meglepődtem, hogy őt láttam. Úgyhogy ez is egy igazából egy pozitív meglepetés. Itt van Joel Edgerton, aki ugye nem sokat játszik, de megfogja a nézőt, és neki is olyan nagy hívő karaktere, vagy ilyen nagy számú jelenetben lenne benne, vagy valami nagy értékű jelenetben, de akit játszott, az egy jó kis karakter volt. Ezt viszont el kell mondanom, hogy az a karakter, a történet az eredeti regényben elvileg ő lesz a zöld lovag, mert én itt nem láttam rá utalást a filmben, úgyhogy ezt elmondom. Itt a filmben most pontosan mi van, hát lehet újra meg kéne akkor nézem ahhoz, hogy ez biztosan kiderül, de úgy előszem, hogy nem. Viszont a könyvben, ha jól tudom, az ő karakter alakul a zöld lovaggá. Ezért is mondok nevet, hogyha még esetleg nem láttatok a filmet, meg hogy ki ő pontosan, stb. Meg is látni fogjátok. Ami még érdekes volt, egy állatnak a feltűnése, egy róka tűnt fel. Egy nagy baj volt ezzel, az a róka CGI volt, de olyan gyenge, hogy jó, hogy nem a vonalakat lehetett látni, hogy be van vágva, úgymond, a felvételbe. Nagyon szar volt ez. Hiába volt egy érdekes karakter, aki idő után beszélt is, tehát neki is volt mondani, valójában visszatérő motivum és karakter, és kedves volt, jó volt látni egy rókát hosszú idő után, ilyen visszatérő szerepben egyébként többször láthatjuk. És mondani valóval csak a CGI-t annyira elrontottam, mert rohadtul látszott. Akkor van egy olyan rész, ami nagyon előtt is kiüt számomra a filmből. Maga az óriások nem ütnének ki egy altulmoda körbe se annyira, de ahogy meg vannak valósítva, az olyan, mint valami 21. századi óriásokat láttam volna ebben a középkori fantasyben. Valahogy nekem nagyon furcsa volt az egész, de az egész jelenet fényképezésére is az jelenet az kiütött a filmből. Ezt is értettem. Hát ja, a részben mondani valóját sem annyira értettem egyébként ennek a jelenetnek. Hát, amit még talán mondanék, az a zene, és a zene nagyon jó kéz a kézben jár a felvételekkel, fényképezéssel. És sokszor tudjátok, mit jutott az eszembe, ez a nagyon ilyen Dark Souls jellegű képi világ, a Dark Souls jellegű zenével nagyon ott volt, mert én nekem ezt jutott az eszembe. Nem hinném, hogy ez volt az alap motivum, mert ugye az a Arthur Mordekörnek a könyv, meg a képi világ is egy nyugati, nyugat-európai fantasy. De mégis valahogy nekem a Dark Souls jutott eszembe, a hangulat sokszor, meg a zenék érdekes. Még a stílus, a dizájn az mégsem hasonló nem volt. A film nyolta túl a 127-9 perc. Egyszerűen hosszú, így kitartott jelenetekkel meg. De akkor az elején nem tetszett a legjobban egyébként. Talán az az egy-két perc, ami ott volt a zöld dolog az elején is, de az elején szinte lassan indul be. És karakterek sem érdekesek számomra. Egyébként a király sem, a királynő. Valahogy egyébként számomra a kastély is, bár lehet, hogy ez egy vizuális alapvetés volt, meg egy rendezői hív, megmondani való elkészítés, hogy az a kastély volt talán a legporutánabb, legegyszerűbb, legközépkoriasabb hangulatú, a legátlagosabb az egész film, mert egyébként gépvilágában nagyon érdekes fantasy vonalat is követ olykor, meg nagyon jól keveri a valós szimpla erdőséget, amelyek tényleg ilyen sötétek, egyszerre szépek és egy kis mórvák. Viszont az a kastély, ahol kezdődik a fiós rész, záródik is, az pedig ilyen hétköznapias
hangulat a többihez képest. Én lehet, hogy rendezői koncepció, nem tudom. Mert az ívet látva el tudom hinni, karakterívet, történeti ívet. Nem fogok elmondani, így sokat spoilereztem. A lényeg az, hogy ezt a filmet a kiképezésért, a színészjátékért, és ezért a tanulságok soráért, illetve a karakterívért, tehát ívet érdemes megnézni. Tehát igazán a filmnek van eleje, közepe, vége, és van egy nagyon mondanivalója, csak az a két órából az a egy óra legalább, ami hát egy nagyon-nagyon vontatott rész, és az ember nem is érti, hogy miért így kellett megcsinálni, mert többször is belesújkolják, hogy az ember ugyanazt a mondanivalót véleményem szerint, de ha aki ezután sem veszi észre, hogy mi a helyzet pontosan, mert egy elég egyszerű dolog a végén, már részben említettem, hogy fogadd el a békét, a halál, az élet része, stb. Ezt nagyon sok filmben mondják. Ez ugyan nem egy bonyolult dologról van igazából szó, de az az ív, ahogy ezt végül is megoldják, mutatják, ez végül is szép, csak egyszerűen túl van nyújtva. És sajnálom, mert egy szuper film lehetett volna, és én is vártam annól az első ötletesekkel, és láttam már akkor, hogy ez egy stílusa lesz, meg mit tudom én, de aztán végül egy ilyen közepesnétel picit jobb filmet kaptunk, mert összességében sem egy olyan film, hogy én már rohanok be és újra nézem, meg akár otthon is, mert egyszerűen tényleg nem ér annyit. De mondjuk a fényképezésért, ha megjelenik esetleg 4K Blu-ray-n, hát lehet, hogy beszerzem, mert a 4K TV-n azt hiszem, hogy igazi szín orgia, fényárnyék és látványvilág orgia állhat elénk. Néhány év után lehet érdemes újra megnézni emiatt. Mert tényleg egy olyan film, hogy velünk marad a hangulata, az ott van, és hát egy jobb film, az már tényleg annak a jelzésmértéke, hogy velünk marad-e a megtekintés után, vagy felejtjük el, mint a X-edik Marvel DC filme. És ez a film végül is velünk marad, csak ha én objektívan nézem, attól még hát nem élveztem végig. Volt, amikor majdnem elaludtam konkrétan, szóval elég gáz, mert maga az összességben a film egy értékeltő dolog. Mondjuk a Macbethre is hasonlítgattam egyébként, fényképezésre, egy kicsit rendezői stílus is talán néha, de mert azért az rosszabb volt szerintem ennél. Ennek egy ilyen 65-70%-ot tudok adni, egy nagyon erős közepes, majdnem mutatnánk a 4-es alát, ha osztályozni kéne, de ennél nem több számra. Úgyhogy ezért nem az évtized filmje, mint néhányan kiáltottak, vagy akár csak ennek az évnek a filmje, de egy olyan film, hogy egyszer mindenképp érdemes megnéznetek. Búcsúzok tőletek, sziasztok!